Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tech2 YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Korábban már egy pár nappal az IFA kiállítás megkezdése előtt az LG leleplezte a G7 sorozatnak két legújabb tagját, méghozzá a G7 One-t, illetve a G7 Fit-et. A két termék közül talán előbbi az izgalmasabb, pont azért, mert gyári Android operációs rendszer található rajta, ami az LG termékpalettáján nem sűrűn fordult elő eddig, leszámítva természetesen a Nexus mobilokat, hiszen az LG gyártotta anno a Nexus 4-et, illetve például a Nexus 5X-et is. Az LG G7 One viszont éppen ezért nagy érdeklődésre tartott számot, amikor a standon voltunk, akkor azt mondták nekünk, hogy rengetegen mentek oda megkérdezni, hogy mégis ez hogy jött ez a készülék. Hát valószínűleg azért, mert az LG szeretne egy ilyen operációs rendszerrel szerelt készüléket, és a G7-hez képest némileg visszafogott teljesítményre képes ez a telefon, sajnos egy pár helyen leredukálták a képességeit, pedig talán nem kellett volna, akkor ütött volna igazán nagyot. Az előlapon például egy 6,1 hüvelykes 1440x3120 pixel felbontású IPS panel látható, ami egyébként jó betekintési szögekkel rendelkezik, és a fényerei beltéren is jónak tűnt. Támogatott a Dolby Vision, a HDR10, ezen kívül pedig az Always On Display is rendelkezésünkre áll. A majdnem 8 mm vastag készülék házban egy Snapdragon 835-ös lapka duruzsol, tehát nem a legújabb megoldás, de egy Android One operációs rendszerhez ez bőségesen elégnek mondható, ahogy a 4 GB-nyi RAM is, bár az LG egy kicsit jövőbe tekintetett volna és inkább másfélszerre szedte volna a memóriának a mennyiségét. Ahogy a 32 GB-os tárolóegység sem mondható manapság már soknak, microSD bővíthetőség ide vagy oda. Egyelőre még Android 8.1 fut a készüléken, alig hanem a következő 2-3 nagy frissítés még biztosan megkapja az LG G7 One. Kicsit csalódást keltő, de mégis azért valamennyire jó hír, hogy a hátlapon található 16 megapixeles kamera f/1.6-os rekeszértékkel rendelkezik, és nem maradt el a PDIF autofókusz sem. Az eddigi tapasztalatok szerint abban a pár percben, amikor kipróbáltuk, nem volt gond a kamerás képességekkel, de nyilván ez akkor fog majd igazán kiderülni, amikor le tudjuk tesztelni. Egy 3000 mAh akkumulátor hajtja meg energiával ezt a telefont, és sajnos az LG továbbra is ezt a kapacitást használja, és a G7 esetén még ennél nagyobb kapacitású akkumulátor sem biztosított nagyon hosszú üzemidőt, meglátjuk, hogy az Android One hogyan bánik a teleppel. Szerencsére van alul 3,5 mm-es jack kimenet, valamint USB Type-C port, ezzel tehát nem kell bajlódni, NFC-től kezdve Wi-Fi-n át, GPS-ig minden van a készülékben. Árat és megjelenési dátumot egyenlőre egyik LG-s kolléga sem tudott mondani, tehát erre még várni kell, de valószínűleg azért nem lesz nagyon olcsó a készülék, pedig akkor tudna igazán nagyot durrantani az LG, ha valami kedvező árcímkét tudna a telefon mellé rakni. Én köszönöm szépen a figyelmet, ez volt az LG G7 One bemutatója, jövünk még sok érdekes videóval, sziasztok!